Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Gól nélküli döntetlent játszott a Zajkával a Kisvárda Mastergood. Ismét Szlovákiában szerepel a Marsó Nyíregyháza. Kassán lépnek pályára az NKS csapatai. Jól szerepeltek a csapatbajnoki döntőben a nyíregyházi atléták. Első hazai meccsén kikapott a Kaposvártól az NTK. Kárpátaljáért futott Hidvég Üstös Pál. Egy pontot szerzett a Kisvárda Mastergood a labdarúgó NB2 hatodik fordulójában. Sós Imre együttes a Zajkát fogadta, és a mérkőzés 0-0 döntetlennel zárult. Tudtuk, hogy egy rendkívül mélyen védekező és kellő agresszivitással játszó csapat lesz ma az ellenfelünk. Nem sikerült őket feltörni, hiszen ez volt egyértelműen a célunk, hogy minél előbb próbáljunk meg gólt szerezni. El kell ismerni, hogy ezen a mérkőzésen igazi gólhelyzetet nem is tudtunk kialakítani. Kétszer vertük meg őket azon az oldalon, ahol mi terveztük, de azok a helyzetmegoldások, amik esetleg gólt eredményezhettek volna, azok rossz döntések kiváltak, elmaradtak. Én úgy gondolom, hogy igazságos eredmény született. Ha a hiányzó góltól eltekintünk, a játék amennyire volt elégedett? A második félidőben úgy gondolom, hogy már vastagon kijött az a mezőny fölény, amit a csapat tud, vagy labdabirtoklási fölény. Ami hiányérzet az, hogy ezt nem tudtuk góla váltani. Nyilván szerettük volna minél gyorsabban feltörni az ellenfélnek a védekezését, hiszen akkor egy más mérkőzés kezdődhetett volna, hogyha tudunk egy gólt szerezni. Ez ma nem jött össze, de úgy gondolom, hogy annyira zártan is védekezett a vendégcsapat, hogy képtelenség volt feltörni őket. Ami viszont pozitívum, hogy a negyedik meccsét hozta le sorozatban, kapott gól nélkül a csapat. Ezt el kell ismerni, meg azt tudomásul kell venni, hogy rendkívül erős a másodosztályú bajnokság. Az ajkai csapatnak a játékos állományában nincs fluktuáció, tehát ők évek óta együtt játszanak, az az állandóság az látszik is a csapatukon. Mi ugye újon csapatként 16-8 játékost igazoltunk, csapattá kell válnunk. Most úgy gondolom, hogy mezőnyben mindenféleképpen megfelelően játszik a csapat, a védekezés az azt bizonyítja, hogy igenis egy hullámoszon vannak a játékosok, hiszen kisegítik egymást, hogyha valaki hibázik, de a gólszerzés ez több kell. Újabb idegenbeli mérkőzés következik, milyen esélyekkel lépnek pályára a hétvégén. Ebben a fordulóban is láttuk, hogy jó néhány meglepetés is akadt. Minden mérkőzésen úgy küldjük ki a csapatot, hogy nyerni szeretnénk. Most ugye Szigetszentmiklósra fogunk utazni, ahol ráadásul Műfűvön kell futballozni, de a hazai csapat is ott játszik nyilván. Szeretnénk nyerni minden mérkőzésen. Futballban úgy tartják, hogy idegenben mindig jó az X, a mai meccsen történtek tükrében elégedett az egy ponttal. Ha a hazai meccseinket megnyerjük, akkor mindenképpen jó az X idegenben, de tényleg ma azt mondom, hogy az első fél időben talán egy picit mi voltunk mezőnyfölényben, nekünk volt talán nagyobb lehetőségünk, de a másodikban a Kisvárda megmutatta, hogy miért ilyen jó csapat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a döntetlen igazságos, és elégedett vagyok vele. Az Iramra nem lehetett panasz, akartak mindkét honnan játékosok, megfelelően agresszívek is voltak, de mint hogy gyakorlatilag kioltotta volna egymást a két csapat játéka, így látja? Mind a két csapat felkészült a másikból, nyilván ismerjük egymást, mint csapatot, nézzük ugye a mérkőzéseiket, úgyhogy mindenki tudja, mely csapatnak mi az erőssége, mi a gyengéje. Én is úgy gondolom, hogy a Várda tudta, hogy mivel vagyunk erősek, azt ugye Tomasznak a játékát kivették. Mi is tudtuk, hogy erősek az elején, mondjuk a Cserje egyszer-kétszer megvert bennünket, de utána tudtuk semlegesíteni. Az erős Gabi szerintem ma nem játszott olyan jól, mint az előző mérkőzéseken szokott, úgyhogy ezzel valamilyen szinten tudtuk semlegesíteni a Kisvárdának az erősségeit. 6 forduló telt el a bajnokságból, lehet már egy pici mérleget vonni, hogy milyen lesz ez a szezon? Azt látom, hogy hasonlóan, mint tavaly, nincsen gyenge csapat ebben a bajnokságban. Nagyon szoros lesz a mezőny, látjuk, hogy a bajnoki címre törő csapatok is hibázgatnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nüanszok döntik el a mérkőzéseket, mint általában persze, de nem tudnám előre megmondani, hogy ki lesz a 3 kieső, talán még a bajnok csapatra se tudnék fogadni most. Két vereséget szenvedett a Kassai Mini-tornán a Marsó Nyíregyháza. A Sitko Jernő együttese a hazaiaktól 11, a romániai Nagyszebentő pedig 12 ponttal kapott ki. Az első mérkőzés a Nagyszeben ellen úgy gondolom, hogy picit talán könnyelműen is vette a csapat, és ezért nem sikerült megnyernünk ezt a találkozót, de azért azt mindenképpen el kell, hogy mondjam a mérkőzések értékelése előtt, hogy mi folyamatosan lehetőséget adunk a fiatal játékosoknak, 20, 21 és 22 éves játékosok folyamatosan pályán vannak, illetve Fazekas Csabi személyében egy 16 éves játékos is általában minden mérkőzésen lehetőséget kap. Ezt azért említem, mert nem hiszem, hogy Magyarországon más első osztályú csapat ezt megteszi,
1-2 pedig azt hiszem, hogy ezeknek a találkozóknak az a legfontosabb része, hogy megtaláljuk, kik azok a játékosok, akiket majd a bajnokságban lehet használni, és kik azok, akik esetleg éles helyzetben is el tudnak dönteni mérkőzéseket. Visszatérve a két mérkőzésre, az első mérkőzésen azt akartam mondani, hogy nagyobb győzelmi esélyünk volt, de ez nem igaz, mert a másodikon is volt győzelmi esélyünk, és úgy gondolom, hogy egészen jól játszottunk, viszont a második mérkőzés lényegesen minőségibb volt a Kassa ellen, mint azt a Nagyszebed ellen tettük. Kicsit pontatlan volt a játékunk. Úgy érzem, hogy a játékosok nem igazán értették meg, hogy néhány méter különbség is nagyon sokat számít egy játék megvalósításánál. Ezt a második mérkőzésre már kiküszöböltük, illetve sokkal türelmesebben játszottunk. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban arra kell törekednünk, hogy a játékainknak megtaláljuk azokat az opcióit, amivel meg tudjuk verni, vagy meg tudjuk lepni majd az ellenfeleinket, illetve mindenképpen az a legfontosabb, hogy türelmesen és kontrolláltan tudjunk végigjátszani mérkőzéseket, és végig kézben tudjuk tartani az egész találkozót. Várható-e még játékos mozgás, magyarul érkezhet-e új légiós valamelyik jelenleg itt lévő külföldi játékos helyett? A Jovanovicsal egyenlőre egy kéthetes megállapodásunk van, és nem döntöttem el még 100%-osan, de nagy esély van arra, hogy szeretném gyorsítani egy kicsit a csapatot, és mivel az ő szerződése lehet felbontható, ezért az ő helyzetét nem mondanám még stabilnak. Tét Umruh, ugye az amerikai légiósunk, hát nagy szavakat nem akarok használni, de azt hiszem, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket. Ő egy fiatal játékos, nem lehet tőle azt várni, hogy minden mérkőzésen magának fogja megteremteni a helyzetet, illetve a legjobb döntéseket fogja tudni hozni, illetve teljesen kiegyensúlyozott teljesítménye lesz. Nekünk kell azt megteremteni, hogy ezek a dolgok minél kisebb mértékben hullámozzanak. Ő extra dobókészséggel rendelkező játékos, ezt a többieknek is meg kell érezni és meg kell érteni, hogy őt minden szituációban keresni kell, és amikor üresen van, akkor nála kell, hogy legyen a labda, és dobnia kell azonnal. A Zorán Krisztánovics ugye egy tapasztaltabb játékos, az ő felkészülése is úgy gondolom, hogy abban a mederben halad, ahogyan kell. Egyre jobb formában játszik, egyre jobban beilleszkedik a csapatba, és egyre jobban látja azt a szerepkört is, amit neki itt majd el kell látnia. Hétvégén vagy a második felében ismét Szlovákiába utaztok, 3 mérkőzés játszottok 3 nap alatt, ez már gyakorlatilag egy komoly sorozatterhelés. Itt mire leszel kíváncsi? Természetesen ugyanerre, viszont jó lenne, hogyha most már megtanulnánk győzni is, és tovább is előrelépnénk. Mindenképpen, ahogyan említettem, pontosítani kell a játékainkat, és azt szeretném, hogy mindenki túlkerüljön most már végre azon az első sokkon, vagy nem is tudom, izgalmi állapoton, ami a bajnokság indulásakor kialakul. Most már sorozatban játszunk a mérkőzéseket, ez már a sokadik mérkőzésünk, úgyhogy szép lassan fel kell venni azt a ritmust, ami a mérkőzésekhez szükséges. A felkészülés 6. hetében jár a nyíregyházi kosárcsoli amatőr nemzeti bajnokságban szereplő együttese. Farkasinszki Gyuláni tanítványai vasárnap Kassán lépnek pályára a helyi NB1-es csapat ellen. Nem kezdünk csak október 4-én, tehát azt jelenti, hogy még ezen a héten is nagyon sok lesz a fizikai munka, de természetesen már a labdás feladatok, már a játék képét próbáljuk kialakítani erre a szerkezetű csapatra. Ezen a héten már most elkezdjük a védekezést gyakorolni. Tehát ugye most azért végig kell gondolnunk a támadó játékunkat, Isten igazából, tehát center posztra egyetlen egy játékosunk maradt az Orsi. Tehát a többiek azok ilyen magas bedobónak tökéletesek, de nem használhatóak semmilyen körülmények között, ezért ugye úgy kell átalakítani ezt a játékot, hogy egy centeres játékra minden magasabbra kihozni az Orsit, hogy a többieknek ott palánk alatt sok hely maradjon. Ezzel teltek, és most már elkezdtük azért a dobó feladatokat, és a különböző formáció dobó feladatokat pontosan azért, hogy minden nagyobb teret kapjanak a kis emberek, és ugye kintől is az jó lenne minél több ponttal majd a mérkőzéseken beszállni a kicsiknek is. A legutóbbi edzőmeccsen a Szolnok ellen 80 ponttal nyert a csapat, sok mindent nem lehetett leszűrni abból a mérkőzésből, most hétvégén Kassán lépnek pályára, itt mire lesz kíváncsi? Így van, tehát a Szolnok ellen ugye annyi volt csak a lényeg, hogy a lendülettel, a futással, a dinamizmussal gond és probléma nem volt. Most viszont Szlovákiában ugyanúgy egy ilyen hasonló szövő csapattal fogunk játszani, mint a mi csapatunk is. Tehát nem az extraligában játszanak, hanem nekik is egy kiemelt NB1-es bajnokságnak hívják ők ezt
bajnokságot. Ugye előtte már a serdülők kín vannak egy háromnapos tornán, ezért kértük úgy, hogy ennek a tornának a befejezéseképpen a nagy csapattal is tudjunk egy mérkőzést játszani. Megnézzük. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy a csapategység alapjában hogy állt össze. Kíváncsi vagyok arra, hogy azok az emberek, akik utólag csatlakoztak a csapathoz, azok azon a poszton, amire mi számítunk, valóban használhatók-e vagy sem. És megnézzük azt, hogy a védekezésben az a szisztéma, amit megpróbálnak kialakítani, az valóban hatékony-e, hogy egy egészen másfajta védekezés formát kell majd keresnünk a csapat számára. Az már elhangzott, hogy október 4-én rajtol a bajnokság, legutóbb még képlékeny volt, hogy hány csapattal a keleti csoportban. Mi a végleges döntés? 10 csapatosak maradtunk mi is, a Cegléd csapata visszalépett, de nem kapták meg azokat a lehetőséget, amire a csapat számított. Én azt hiszem, hogy nekünk ez így jobb. Tehát az AS kluboknál ott mindig gond és probléma az időpont egyeztetés, gond és probléma az, hogy kik játszanak és kik nem játszanak. Tehát így szerintem ez sokkal inkább kiszámítható bajnokság lesz. Ugye főleg úgy, hogy az első fordulóban rögtön a Diósgyőr csapatával kezdünk. Tehát itt már látni fogjuk azt, hogy valóban az erőviszonyok hogy alakulnak erre az évre, és akkor olyantól kezdve próbálunk ehhez alkalmazkodni majd. A harmadik helyen végzett a Székesfehérváron megrendezett csapatbajnoki döntőben a Nyíregyházi Sportcentrum DSC-D1 hüvegyes csapat. A nyíregyházi versenyzők 5 elsőséggel járultak hozzá a bronzérem megszerzéséhez. A vágyálom az a második hely volt, a realitás a harmadik hely, úgyhogy azt mondom, hogy teljesítettük az elvárásokat. És hát arra vagyok büszke, hogy tulajdonképpen minden szakág, a gyaloglóktól egészen a dobókig, a futókon át, azokat az első helyeket, amiket beterveztünk, azokat tudták teljesíteni, hiszen Helebrand Máté a gyaloglást megnyerte, Bakosi Péter a magasugrást megnyerte, a dobók közül Szikszai diszkoszvetés, Káplár Jani második lett, Kerekes Dóra második diszkoszvetésben, és hát a futóink a 4x400-as váltót a nőknél pedig szintén magasan, fölényesen nyerték. Ahhoz képest, hogy idény vége van, milyen színvonalú volt a verseny? Az eredményekkel túlságosan nem büszkélkedhetünk, de nem csak mi, hanem a többi szakosztály sem, hiszen egy elég hosszú versenyidőszak végén vagyunk, május elején kezdődött, és most szeptember közepe van már, és valóban fáradtak voltak a versenyzők. Azok tudták tartani a formájukat, akik a világversenyekről mostanában jöttek haza, ők még mindig jó eredményeket tudtak produkálni. Nagy öröm számomra, hogy ugye ez a verseny együtt volt a serdülők csapat bajnokságával is, és ott a fiúk a várakozáson felül teljesítettek, hiszen ott második helyet értek el. Itt emelnénk ki Leveleki Bencét, aki távolugrásban igen jó eredménnyel, majdnem egyéni csúccsal, 6 méter 92 cm-re győzött, illetve ötösugrásban majdnem 20 métert ugrott, volt is egy belépett 20 méter fölött ugrása. Ezek kiváló eredmények, és hát ott is a többi szakág képviselői segítették a csapatot, hogy a második helyet elérjék. A dobók számára van még hát egy verseny a szabadtéri szezonból, de a többiek gyakorlatilag befejezték az idényt. Milyen 2015-ös évre tekinthet vissza az atlétikai szakág? Én azt mondom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el, és valóban megérdemlik most már ezt a rövid pihenőt a versenyzők, ami ezután következik, hiszen ott voltunk, szinte minden világversenyen kint voltunk, és hát nem csak kint voltunk, hanem helyezéseket, döntős helyezéseket értek el a versenyzőink, és ez nagyban emeli a nyíregyházi atlétika, illetve a vidéki atlétika fényét, illetve hát nem csak a miénket, hanem a magyar atlétika jelenlegi helyzetét is javítja. 2016 olimpiai éve, Helebrand Máténak már van kótája, kinek lehet még az atléták közül reális esélye arra, hogy teljesítse azt a szintet, amelyet azért minden számban elég magasan húzott meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség? Én bízom benne, hogy Szikszai Robi diszkoszvetésben teljesíteni fogja a szintet, ha nem, akkor meg közel lesz hozzá, és a kvótát úgy lehet elérni, hogy az első 32-t hívják meg, ha nem teljesítik annyian a szintet, tehát elképzelhető, hogy bekerül a csapatba. Ennek látok nagyobb esélyét. Bakosi Peti, ha jó formában lesz a következő évben, akkor a 2.29-et meg tudja ugrani. Tehát tulajdonképpen még ez a két versenyzőnk teljesítheti a kiküldetési szintet Rióba.
Említette, hogy rövid pihenőt kapnak az atléták, mikor kezdődik majd a felkészülés már a következő szezonra? Ez a rövid pihenő, ez 2 hét, ami ugye egy átmeneti időszakban könnyű mozgással, más jellegű tevékenységgel zajlik, és hát október 1-től pedig kezdődik az újabb felkészülési időszak, már csak azért is, mert január végén, februárban pedig már a fedett pályán kell készülni, hiszen ott is bizonyos versenyszámokban teljesítene lett már a kiküldetési szintet, például magasugrásban. És aztán pedig a nyári versenyidőszak egy kicsit átalakul a világversenyek miatt, hiszen lesz felnőtt Európa-bajnokság, és ugye az olimpia, és hát a felnőtt Európa-bajnokságon is várunk nyíregyházi részvevőket, bízom benne, hogy így is lesz. Vereséget szenvedett első hazai bajnoki meccsén a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga második fordulójában a Kaposvárt fogadta, és a vendégek 5-3-as győzelemmel távoztak a stadion Teke csarnokából. A sikeres bajnoki kezdet után az első hazai meccsén is a győzelem reményével léptetek dobóállásba. Végül nem úgy alakult a meccs, hogy elképzeltétek. Miért? Minden egyes hazai mérkőzés minden csapat számára azért azt lehet, hogy feszültséggel teli. Hát ez nálunk sem volt másképp, mint ahogy a múlt héten a BKV-soknak, és majdnem azt mondom, hogy ugyanúgy jártunk, mint a múlt héten a BKV előrések hazai pályán. Azt lehet mondani, egy kicsit görcsösen léptünk dobóállásba, mert függetlenül ettől a Szlovenszki Tibor majdnem 600 fás teljesítmények kimagaslott a mezőnyből, azonban mellett a Magyarorsi Péternek nem úgy sikerült a játék, ahogy azt elvártuk tőle, így alakulhatott ki, hogy 1-1-re és -2 fával még a vendégek álltak egy nagyon picit jobban, azonban a középső sorban a Szegő Levente Hakkerdező párosunk nem egy brillírozó játékkal, de mégis fordítani tudva hozták a fontos csapatpontokat, és már csapatfába is 32 fával vezettünk, így az záró sorra maradt a döntés, az abszolút 3 esélyes kimenetelő mérkőzésnek az eldöntése, azonban a Kastura Zsoltnak és jó magamnak nagyon nem úgy ment a játék, ahogy azt szerettük volna, azt lehet mondani, hogy mindketten betlisztünk, de ott is folyamatosan apadt a fa előnyünk, de a harmadik szedbe ott abszolút megfordították a vendégek a mérkőzést, és ezt már nem sikerült ledolgoznunk az utolsó etapban. Így alakulhatott ki, hogy 3-5 arányban és 64 fával vereséget szenvedtünk ismételten attól a Kaposvártól, akitől a tavalyi hazai nyitófordulóba. 2 mérkőzés után egy győzelem, egy vereség a mérleg, ezt aláírtad volna a kezdés előtt, tudva, hogy 4 olyan mérkőzés következik, ami gyakorlatilag számotokra edzések kerül fel. Abszolút ez volt nekünk is a sorsolást látva a tervünk, hogy nagyon szerettünk volna már 2 pontot begyűjteni az első 2 fordulóba, bár hozzáteszem, hogy abszolút benne volt már a sorsolás tudatában is, hogy akár 0 ponttal fogunk most a tabellán posztolni, akár az utolsó helyek valamelyikén, de szerencsére, ha nem is a hazai mérkőzést, de az idegenbeli mérkőzést kellemes meglepetésre szállítani tudtuk. Így tényleg azt lehetett volna, hogy ennek a sikernek a megfejelése lehetett volna az, hogy a Kaposvárt hazai pályán legyőzzük, és akkor már majdnem azt mondom, már 2 forduló után, hogy óriási lépést tettünk volna már most a későbbi bemaradást tekintetében, de azt mondom, hogy még messze nincs veszve semmi, mert még bőven van hát a mérkőzés. Azt lehet mondani, hogy most a következő 4 mérkőzésbe edzeni fogunk majd a sztárcsapatokkal, sorba menve a Győrhöz látogatunk először, aztán majd jön a Répcelak, utána a Zalaegerszeghez látogatunk, majd legvégül a szegedi világklasszis csapat látogat el majd a nyíregyházi pályára, úgyhogy nekünk ez mindenképpen majd egy kis felkészülési időszaknak kell, hogy legyen, és majd meglátjuk, hogy utána, amikor belelendülünk az igazán fontos meccsekbe, hogy milyen formába tudunk majd kerülni. Ekközben a sorozat közben lesz egy hazai rendezésű Kárpát kupa, ennek hogy áll a szervezése? Valójában már minden elő van készítve, a 15. jubileumi Kárpát kupát fogjuk rendezni, hát a hagyományoknak megfelelően ismételten elfogadta a meghívásunkat a szlovákiai nagysáros csapata, a romániai marosvásári csapata és a szerbiai magyarkan is a csapata, úgyhogy október 1. hétvégén ide várjuk őket szeretettel Nyíregyházára. Bízunk benne, hogy majd ez a hazai rendezésű játék, ez majd egy kis sikert hoz számunkra, és a tavalyi győzelmünket, néhány fás győzelmünket majd ismételten meg tudjuk majd hozni sikerre, és akkor azt lehet mondani, hogy a 4 valószínűleg borítékolható vesztes mérkőzés között majd jön egy sikerélmény, és bízunk benne, hogy majd ez ad a következő mérkőzésekre igazán nagy lökést. Harcművészeti ág, önvédelem sport. Ez a jiu-jitsu, amelyet 20 év oktatnak Nyíregyházán.
kész, fel. Talán kevesen tudják, de Nyíregyházán több mint 2 évtizede folyik gyűjtő oktatás. Beszéljünk először magáról a sportágról, vagy a harcművészetnek az egyik szakágáról, mi a pontos meghatározás? Jelen pillanatban önvédelemnek titulálják ezt az ágat. Egyébként egy japán eredetű, tőzsgyökeres japán, keleti eredetű, a legrégebbi harcművészet. Ettől datálják a többi japán típusú karate, aikido, judo harcművészeteket. Ennyien űzik az országban ezt a sportágat? Magyarországon jelenleg olyan 1000 fő az, aki űzi ezt a fajta sportágat, harcművészetet. Ha nagyon röviden meg akarjuk határozni, hogy mit ad az embereknek, vagy azoknak, akik elkezdik ezt űzni, akkor mit lehet mondani? Jelenleg magabiztosságot az utcán, illetve a magánéletében, illetve a munkájában, a munkahelyeken is magabiztosabbakká válnak, baráti viszonyok javulnak, tartás javításával a vitalitás az sokat jelent, illetve egy szabadidős tevékenységet is úgy szintén. Nyíregyházán akkor mióta van jelen a sportág, és hányan űzik jelenleg? Nyíregyházán 91 óta van jelen ebbe a formába, több mester volt már az idők folyamán, jelenleg olyan 22 fővel űzzük ezt a fajta sportot. Mennyire korfüggő? Mondhatnám, hogy minimálisan. 5 éves kortól, amikor már tud figyelni a gyerek, egészen 99 éves korig, amikor még tud mozogni. Jelen pillanatban is van 5 éves, és van 63 éves tanítványunk is. Milyen versenyrendszere van a jiu-jitsunak? Általában nemzetközi versenyek azok, amik nevezetesebbek. Ezek inkább ilyen kata jellegű versenyek, bár most már belevitték a full contactot. Magyarországon a BJJ, illetve a brazil jiu-jitsu típusú földharc jellegű sportot az, amit versenyeket, amiket csinálnak. Most jelen pillanatban van a grappling nevezető, amit leginkább a mi szövetségünk az, aki próbál maga szárnya alá vonni. Nyíregyházi versenyzők az elmúlt több mint 2 évtizedben indultak-e versenyeken, vagy jelenleg vannak-e, akik versenyeznek? Igen, voltak helyezéseink is, voltak érmeink is. Jelenleg is van, aki ebbe a grappling típusú versenyben indul, és egész szép eredményeket ér el. Mikor és hol tudnak Nyíregyházán megismerkedni ez a sportág azok, akik kíváncsiak rá? Nyíregyházán egy iskolának a szárnyai alatt vagyunk. Kedden 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig vannak az edzéseink, csütörtökön pedig 17 órától 19 óráig. Egyébként bármit a weblapunkon ezt megtalálnak a www.jiu-jitsu-nh.hu oldalon. Mennyi idő szükséges ahhoz az első edzés után, hogy valaki úgy érez, hogy sikerélményről távozik egy edzés végén, vagy sikerélménnyel távozik egy edzés végén? A sikerélményt azt nagyon gyorsan megszerzi az ember, hiszen észreveszi, hogy maga az erőnléte az sokkal erősebb, sokkal jobb az állóképessége. Magában, ebben a sportban előre haladni, az viszont nagyon nehéz, mert nagyon összetette a mozgásforma. És oda le. Együtt Kárpátaljáért hat határon át. Ez a szlogenje annak a programnak, amelynek keretében Hídvégi Üstös Pál ultrafutó a két ország közötti határállomásokat érintve közel 200 kilométert teljesített. Fantasztikus volt az egész út során, mennyire együttműködtek úgy az ukrán hatóságok, magyar hatóságok, mindkét ország állampolgárai, köztisviselői. Én azt tapasztalom, hogy a határok átjárhatósága érdekében szervezett programjaink Együtt Kárpátaljáért az idén már a harmadik, ez a koronája az egésznek. Nagyon jó sikerült. És nem csak beszélgetünk, hitegetjük az embereket, hanem valóban adunk is. Adunk egy olyan műszert, röntgengépet, egy tüdőszűrőgépet Kárpátaljának az elkövetkező napokban. 11-ére tűztük ki ezt a határidőt, hogy hivatalosan eljutatjuk Kárpátalja számára. Van egy fantasztikus kis csoportunk, Klimastop, egy olyan szervezet, amely a háttérmunkánkat végzi, úgy a környezetvédelem, mint a globális fölmelegedés, a határok átjárhatósága, a béke, a szeretet, amelyet közvetítünk mindnyájan. És a futás végén, mint ahogy itten elhangzott, a 7 napon keresztül közel 1900 kilométert fogunk ezen a 350 méteres pályán megtenni. Valóban egy mentális futás, de a legfontosabb a jó célok nélkül
a együtt Kárpátalja üzenete nélkül nem lehet ezt teljesíteni. Ha nincs üzenet, akkor nincs 1900 kilométer. És ez nagyon fontos, hogy itt a határállomáson közvetlen tudjuk megvalósítani az átmenő forgalom, láthat napinnap bennünket, illetve mindkét ország részéről meglátogathatnak bennünket úgy köztisztviselők, mint sportolók, diákok. Nagyon köszönöm a médiának, hogy ebben nagy segítséget kapunk, hogy sok-sok millió emberhez eljuthat ez a fajta üzenet. Kárpátalján béke van, igaz, hogy a ukrajnai háborús helyzet hatással valamilyen szíten. Én tovább is azt szeretném, azt képviselem. Nagyon szeretem Kárpátalját, több mint 10 éve ismerem, és azt mondják az emberek, hogy ők szeretnének ebből, ami most van, a háborúból kimaradni. Jöjjenek a magyar turisták, külföldi turisták, szívesen fogadják, béke és szeretet van bennük. Annyira szépek a hegyek, a Tisza vize, a falusi vendéglátás, a Kárpátalja sokszínű gasztronómiája, együtt az ukránok, a románok, a ruszinok, magyarok is még sorolhatnám. Várnak bennünket, jöjjünk, menjünk. És mint látni, ez a futás is bebizonyította, hogy a határok átjáratóságával nincs probléma. Mindenki rugalmas, Nagyhútos, Nagypalát közötti határt 1 órára megnyitották számunkra. Mindkét ország részéről, Magyarország részéről is fantasztikus volt, hogy a magyar határőrök kitelepültek a zöld határa, ukrán részéről is kisasztal, zászlók, laptop, frissítőállomás, polgármester úr, a gyerekek, mindenki lelkesen, látszik rajtam, hogy mennyire fel vagyok töltődve, 190 kilométer körül futottam, 180, nem tudom pontosan, 2 nap alatt, és még hátra van 1900 kilométerem, a végén is szerintem ugyanígy fogok beszélni. Hidvég Üstös Pálnak idén, sőt mondhatom lényegében nyáron, ez már a 3. olyan kezdeményezése, amellyel valóban úgy gondolom, hogy nagyon sokat tesz azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mi is a helyzet jelenleg Kárpátalján. Előtte volt egy 600 kilométeres, aztán 800 kilométeres futás, ez meg egy kicsit másfajta futás, hiszen tegnap kezdődött Garbolcon reggel 7 órakor, és egy ilyen cikk-cakk után az egyik határát kelünk ki, a másik határát kelünk be, eljut most ide Záhonyig, és itt pedig megkezd majd egy 7 napos futást, ami azt jelenti, hogy 7 napon keresztül non-stop egy kijelölt 350 méteres körbe, ami azt hiszem, hogy nem csak fizikailag lesz fárasztó, hanem valószínűleg pszichésen is fog futni azért, lényegében egy Guinness rekordot felállítva, hogy tényleg felhívja a média médián keresztül is a figyelmet arra, hogy Kárpátalján bizony a helyzet elég szomorú, és nekünk most az a feladatunk, mind megyei vezetőknek, mind pedig, és nyugodtan mondtam, minden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosnak, vagy akár az ország lakosságának is, hogy bizony ne zárjuk be ezeket a határokat, úgymond a szívünkbe se, hanem valóban most van arra szükség, hogy egyrészt amellett, hogy együtt érzünk a Kárpátalján élő rokonainkkal, mégis tegyünk azért, hogy ezek a határok nyitva maradjanak, és valóban azt hiszem, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amely ezt a célt amellett, hogy szolgálja, valóban ki is hozza belőle a maximumot, amit ki lehet hozni, hiszen mind a közösségi médiában, mind pedig egyéb médiumokon ez akkor a felületet kap, amely amellett, hogy ugye egy hatalmas sportteljesítmény valóban a célját is el fogja érni, és tényleg rengeteg embert megmozgat ezzel a Hidvég Üstös Pál, hiszen tegnap is találkoztunk, az indulásnál is ott voltam, és mesélte, hogy mind Kárpátalján, mind pedig a magyar oldalon rengetegen csatlakoztak a futásához, és most is már elég sokan itt vannak, például Vásárosnaményból is jött 50 gyerek, aki most kísérni fogja őt itt az indulásnál. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segít mind a határon túli kapcsolatok erősítésében is, hiszen a határon túli politikusok közül is, például Csubirko elnök is csatlakozik a futáshoz a mai napon, és ugye mi is itt vagyunk, és azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, amit megtehetünk, és igyekszünk a jövőbe is támogatni minden hasonló kezdeményezést. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk 1 hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!